Az Exit Cirkusz 4 éve alakult, azóta járják az országot produkcióikkal. A társulat alapítói között a Picard dinasztia tagjai szép számmal képviseltetik magukat. Ez a név mindenkinek ismerősen csenghet, aki valaha is kapcsolatba került a cirkusz világával. A család tagjai a világ szinte minden országában a leghíresebb cirkuszok porondjain léptek fel. Most Moson-Magyaróváron vendégszerepelnek. Az idei évünknek, az idei műsoronknak Exit Faktor lett a címe, ami ugye értelemszerűen hozza magával azt, hogy mintha egy tehetség kutató verseny lenne, ehelyett mi egy tehetség mutatót mutatunk be a nagy érdemű közönségnek. A cirkusz előadásaiban mindig fontos szerepe volt az állatoknak, nincs ez másként idén sem. A porond állandó szereplői között vannak törpekecskék, kismajmok, kacsák és kiskutyák is. Az állatok látszólag könnyűszerrel elvégzik a rájuk bízott feladatot, betanításuk azonban nem egyszerű. Szeretettel, türelemmel lehet csak egy állatot megtanítani egy produkcióra. Hát nagyon sok idő kell, amíg megfigyeljük picikorától, hogy mi az, amit szeret, mi az, amit meg tud csinálni. Sosem szabad kényszeríteni az állatot olyas valamire, amit ő nem akar. Amit ő szívesen csinál, azt kell erősíteni, és a türelemmel, jutalmazással el lehet érni, hogy azt a produkciót szépen bemutatja majd a porondon. Az Exit Cirkusz szerdától vasárnapig várja előadásaival az érdeklődőket a volt künepályán, a Mite sporttelep melletti füves területen.